Na hát akkor visszatérünk Katona Csabához, reméljük, hogy elmúlt ez az anomália itt a hangokkal. Szervusz Csaba, itt vagyunk. Szervusztok, jó reggelt kívánok. No, akkor ha hallható októberi, vagyok, akkor megint tökéletesen, csak visszacsapnék. Tökéletesen, októberi diploma, és ott tartottunk, hogy... Na, maradjunk annyiban, hogy amikor a piemonti francia seregektől vereséget szenved Ferenc József, akkor ugye a külpolitikai helyzete is megrendül. Tehát belül is van egyfajta feszültség, hiszen egyfelől pénzügyi nehézségek sújtják a birodalmat, mert a hadsereg, a hivatalnok rendszer, illetve a kémhálózat fenntartása az hosszú távon finoman fogalmazva nem rentábilis. Tehát én úgy fogalmaznék, ahogy talán már korábban is elmondtam, hogy egy nagyobb erő elvére és a gőgre, a hatalmi arroganciára berendezkedő államberendezkedés hosszú távon maga is vesztese lesz ennek a fajta berendezkedésnek. Ezt világosan kiderült a történelemből eddig is. Ferenc József ezt valamilyen szinten belátja, erről győzkedik őt a magyar konzervatívok, de erről győzkedik őt, bármilyen meglepő is, az őt a háborúban legyőző például franciák is, hogy enyhíteni kéne a tulajdonképpen teljesen anakronisztikus, abszolútista berendezkedésem. Közben Magyarországon is a 48-49-es emlékek egyre jobban felszínre törnek. 1860. március 15-én tüntetésre kerül sor. Ennek halálos áldozata van pont a forradalom évfordulóján. Nem aznap hal meg, de aznap kapja a lövést Furinyák Géza egyetemi hallgató. És ez is nagyon nagy felháborodást kelt Magyarországon. Tehát egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy valamit valamilyen irányba lépni kell. És Ferenc József ekkor kísérletezik 1860. október 20-án ezzel a bizonyos októberi diplomával. Ez ad bizonyos enyhítéseket. Ígéretet tesz, függetlenül attól, hogy a diplomát megcsinálta, arra, hogy újra összehívja a Magyarország gyűlést. Erre ugye 1848-49 óta nem volt példa. Ígéretet tesz egyebek mellett arra, hogy és meg is teszi, hogy a protestáns pátenst, ami ugye azzal sújtotta a protestánsokat, hogy különféle hátrányokkal, most nincs idő és lehetőség ezt elemezni, hogy ezt visszavonja, ami szintén egyfajta nemzeti ellenállásba torkollott, világnézettől meg felekezettől függetlenül kiálltak a protestánsok jogaiért. És akkor ez az októberi diploma, ez tulajdonképpen ez a rendelet, miről állna? Abból állna, hogy a birodalmi tanács alá rendeli valójában az Ausztriához tartozó összes tartományt, így Magyarországot is, csak hát ezáltal sérül a magyar alkotmányosság. Mert például Kokáért a olyan fontos dolgok megszavazása, mint a újoncozás vagy az adó a birodalmi tanács elé kerülne. Aztán amennyiben Magyarország ebbe belemegy, akkor Magyarország egyenrangú tartománya lesz a többi osztrák tartománynak, igen ám, de mi egy önálló ország vagyunk. Tehát ha elfogadjuk ezt a fajta betagozódást, akkor tulajdonképpen a kompromisszumok árán feladjuk a saját alkotmányosságunk javarészét. És ha még azt is figyelembe vesszük, hogy Ferenc József kizárólagosan magánál tartotta a hadügyi és a pénzügyi intézésének a jogát, tehát az még csak nem is a birodalmi tanácsra tartozott, még azt is figyelembe vesszük, hogy a miniszterek az uralkodónak tartoztak volna közvetlen felelősséggel, akkor látnivaló, hogy egy finom engedmények mentén, de azért mégiscsak egy részben alkotmányos berendezkedéssel lehetne dolgunk. És Ferenc József azt várta, hogy ezek az engedmények 1849 utáni időszakot figyelembe véve népszerűséget fognak neki hozni, és Magyarország ezt örömmel fogadja. Ebben csalódnia kellett. Figyelembe véve a katonai vereségeit, figyelembe véve a nehéz helyzetét, Magyarország egészen mást várt, tehát nagyon kevésnek találta ezt a fajta javaslatot, és ezt megerősítette Deák Ferenc is, aki közölte, hogy a magyar alkotmányossághoz ez nem bizonyul elégségesnek. Ilyen értelemben tehát a császári kompromisszumkeresés, az októberi diploma, az valójában nem mondható másnak, mint egy kudarcnak, mert ez a kísérlet teljesen negatív visszhangot váltott ki Magyarországon, mint hogy a folytatása, és erre majd azt gondolom, hogy jövő évben ki fogunk térni, a februári diploma is, hiszen a februári pátens is, hiszen az egy másik kísérlet volt ennek a fajta dolognak a rendezésére. Ez kudarcot vallott, csak úgy, mint 1861-ben összeülő Magyarországgyűlés is, és 1865-ben jutunk majd el oda, hogy ismét összeül az országgyűlés, és 1867-ben megköttetik a kiegyezés. Most föltesszük a kérdést, hogy miért voltunk elégedettek ezzel a javaslattal a korábbiakhoz mértem, akkor arra Deák Ferencet érdemes idézni, aki ugye nagyon pontosan fogalmazott, hogy amit erő vagy hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nemzet önként lemondott, annak visszaszerzése kétséges. De azt gondolom, hogy nem véletlenül nevezzük be Deák Ferencet az a bölcsének, pontosan tudta, hogy keveset nyertünk volna ezzel a kompromisszummal, de sokkal többet veszítettünk volna. Úgyhogy nagyon röviden ez az októberi diplomának a lényege, és tényleg csak egy epizód a kiegyezéshez vezető úton, de egy olyan epizód, ami világosan mutatta azt, hogy a rossz kompromisszumokba nem feltétlenül szabad belemenni. Az a kérdés merül fel bennem, hogy
hogy Ferenc József az ilyen genetikailag volt ilyen abszolutista uralkodó, és nagy nyikorogva, nyögvenyelősen kezdett el engedni, és jutott el a kiegyezésig, vagy ő ezt egész egyszerűen ezt tartotta jó magatartásnak mondjuk a magyarokkal szemben? Én azt gondolom, hogy itt a kettőnek az elejéről beszélhetünk, hiszen kapott egy ókonzervatív nevelést, ugye 1830-ban született, tehát a 19. század első felének a gyermeke, és tulajdonképpen amennyire tudni lehet, élete végéig fogcsikorgatva adta meg a különféle engedményeket, tehát ő a 20. század elején, amikor az első világháború kitör, nagyon anakronisztikus szemléletű uralkodónak számít egy 19. századi embernek a 20. század vérzivatarába. Másfelől pedig, amennyire föl lehet mérni, nem volt egy csillogó elme, egy szárnyaló reformer, hogy finoman fogalmazzak. Tehát egy konzervatív nevelésű, és mondjuk úgy, hogy nem kimagasló szellemi képességekkel rendelkező emberről beszélünk, aki aztán, ahogy telt az idő és öregedett, ugye egyre inkább belemerevedett a saját rendszerébe. Ugyanakkor azonban a bécsi udvarban mindig is mozogtak nem csak osztrák, hanem magyar és egyéb nemzetiségű emberek, akik folyamatosan abba az irányba terelték az uralkodót, hogy engedményeket tegyen. Annyi kompromisszumkészség pedig benne is volt, hogy ezeket folyamatosan belássa, és így jutottunk el aztán a véreskező kamasztól, ugye a szeretett uralkodónkig. Na, ezt nem értem még. Az lett volna az utolsó kérdésem, hogy hogy lett akkor ilyen diplomák, meg Arad után ő Ferenc Jóska? Hát úgy lett, hogy ugye egyrészt az emberi elme az már csak ilyen, hogy hajlamos mindig a jelenre koncentrálni és elfelejteni a múltat. Mondja ezt egy történész, de ettől még így van. Tehát gyakran hozták felhozni per analógiám, hogy 56-ban van nekünk egy véreskező Kádár Jánosunk, aztán pedig a mai napig lehet hallani, hogy Kádár alatt jobb volt, mert a 70-es, 80-as évekre emlékezünk. És azért Ferenc József uralkodásához köthető az osztrák-magyar monarchia virágkora kiteljesedése, tehát a magyar polgári társadalomnak a fejlődése, a gazdaság fejlődése, tehát csupa olyan dolog, ami az ő uralkodásával függ össze, illetve megszületik később a boldog békeidők legendája a háborús időszakban, amit szintén az ő nevéhez kötünk. Tehát amikor a érzelmek keverednek a gondolkodással, akkor ott a józan ész az mondjuk úgy, hogy ritkán kerül nyerő pozícióba. Gondoljunk bele abba a legendába, aminek azért van alapja, hogy hány magyar család falán függött Kossuth Lajos és Ferenc József képe együttesen, miközben ők ketten, hát fogalmazzunk úgy, hogy nem cseresznyéztek egy távol. Igen. És még egy jutott eszembe, hogyha ő nem volt, azt mondtad, hogy nem volt egy nagyon intelligens uralkodója e hazának, akkor ezeket az eredményeket hogy értük el? Viszonylag egyszerű a történet, azért nekünk voltak kiváló minisztereink, voltak kiváló szakembereink, illetve hát a kiegyezés egyebek mellett pontosan arról szólt, hogy a lehető legtöbb önállóságot kapta meg Magyarország. Tehát mondok egy másik példát, Horthy Miklós sem volt kiemelkedő államférfi, de kiemelkedő államférfi volt az a Bethlen, aki ugye 10 évig volt miniszterelnök, és ő azért mellette viszonylag szabad mozgásteret kapott, viszont látnivaló volt, hogy akkor, amikor ő kényszerű módon lemond a miniszterelnökségről, és már nem tud visszatérni, hát mondjuk úgy, hogy nála kevésbé jó képességű emberek kerültek a hatalomra, és hogy ez mivel járt. Tehát az, hogy van egy uralkodó, aki nem abszolút uralkodó, és pontosan ez volt a kiegyezés berendezkedésének a lényege, hogy mellette megvolt a mozgástér. És ezek a fajta kompromisszumok, amikről beszéltem, ezek működtek a kiegyezésen belül, és alapvetően ennek az eredményeit pedig ő is látta. Tehát az, hogy valamire nem bírok belátással, az nem azt jelenti, hogy nem látom az eredményeit, illetve nem tudok kompromisszumot kötni. Lehet, hogy nem örömmel teszem, de megteszem. És vele is ez történt, úgyhogy az ő uralkodása alapvetően, ha nagy egész nézem, azt akárhogy is nézzük, pozitívan zárja. Nem csak rajta múlt ez, hanem nagyon sok minden máson is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy magyarként soha nem fogjuk elfelejteni 1849. október 6-át, és ez így is van jól, mert miért felejtenénk el. Igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, Csaba, nagyon informatív volt, mint mindig, hála neked. Köszönöm szépen, és így utólag visszagondolok, valószínűleg itt mondtam valami butaságot, nevezetesen, hogy a krími háború mekkora kudarc volt, az nem olyan értelemben volt kudarc természetesen, hogy Ausztria részt vett benne, hanem olyan értelemben, hogy cserben hagyta az oroszokat, és nem próbálkozott meg ezzel a dologgal, tehát nem harcoltunk a kríbi háborúba. A mi magyarjaink harcoltak. Az egy más kérdés. Sokan. Igen. Köszönöm szépen a figyelmet. Szervusz. Sziasztok, minden jót. Katona Csaba történésszel beszélgettünk annak apropóján, hogy 1860. október 20-án első Ferenc József kiadta az októberi diploma nevű rendeletét, és ezzel próbálta sikertelenül rendezni a birodalom államjogi helyzetét.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.